Jótékony célú koncertet tartottak a Szadai Faluházban október 7-én a nagyközségben működő Margita Idősek Otthonát támogató alapítvány javára. Az idősek világnapjához kapcsolódó rendezvény résztvevőit az intézmény vezetője, egyben az alapítvány elnöke, Havai Ildikó köszöntötte. Az UNESCO 1991-ben nyilvánította ünneppé az idősek világnapját. Lakóink körében az óvodások és az iskolásokkal együtt mi már megünnepeltük az idősek világnapját. Ezzel együtt úgy érzem, hogy a mai napon is említést kell arról tenni, hogy ez egy ünnepnap, amelyet még nagyon kevés helyen ünnepelnek társadalmi szinten a falvakban, városokban. Ez az ünnep az idősek tiszteletéről, szeretetéről, elfogadásukról szól. A mi feladatunk lehetővé tenni számukra az öregkorhoz méltó életet, támaszt nyújtani nekik a pihenés éveiben. Kérjük a Jóisten segítségét, hogy még sokáig velünk legyenek azok az öregek, akik most közöttünk vannak. A Szadai Idősek Otthonát működtető Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részéről a Pest megyei kirendeltség igazgatója mondott köszöntőt. Én nem olyan régen vezettem ezt az intézményt, közel másfél évig, és nagyon közel áll hozzám a lakókkal, a dolgozókkal, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó kis közösség az, akiért dolgozunk, amiért ez az alapítvány létrejött. Én úgy érzem, hogy minden civil kezdeményezés nagyon nagy dolog egy intézmény életében. Fontos ez azért, mert az alapítvány célja, hogy a lakók tárgyi és személyi feltételeinek a segítése, a kultúrához való hozzájutása, egyéb irányú, mint például a szakápolási tevékenység, ami bevezetésre került az intézményben, ennek segítése, eszközök vásárlása. Tudjuk azt, hogy a költségvetés sajnos a minimum feltételekre ad finanszírozást, és ehhez nagyon sok mindent kell hozzátenni. Nagyon sok múlik az intézmény vezetésén, nagyon sok múlik a civil kezdeményezéseken, a támogatókon. Fontos ez azért, mert az intézményben élők egy nagy család, azt kell, hogy mondjam, a lakók, a dolgozók mindannyian egy közös célért, a nyugalomért, a békéért, a kiegyensúlyozott körülményekért dolgoznak és vannak. Ők ránk vannak bízva, fontos, hogy mi felelősséggel, alázattal végezzük ezt a munkát, és fontos az ő szükségletük. Miután én is nagyon közel voltam a szükséglethez, és 10 évig voltam intézményvezető Sződligeten is, és itt is, én nagyon nagy dolognak tartom azt mindig, hogyha egy közösség összefog, létrehoz egy alapítványt, és támogat egy intézményt. Tudom azt, hogy a szociális ellátórendszerben a felnőttek körében sokkal nehezebb adományokat gyűjteni. Tudom azt, hogy a gyerekvédelemben ez sokkal könnyebb, hiszen ott gyerekekről van szó. De meg kell próbálni ezt is, hiszen mindannyian leszünk idősek, mindannyian leszünk rászorultak, és úgy érzem, hogy ez mindannyiunknak közös feladata. A Margita Idősek Otthonában jelenleg 47 idős emberről gondoskodnak, a lakók átlagos életkora 76,5 év. Az intézményünk feladata a Pest megyei lakosok ellátása, olyan lakóknak az ellátása, akik nem egészségügyi ellátásra, hanem önmagukat ellátni nem tudó gondozásra szorulnak. Szakképzett gondozók, ápolók foglalkoznak lakóinkkal, igyekszünk a saját képességeik megtartása mellett foglalkoztatni őket, aki bejön az intézetbe, látja, hogy nagyon sok dísz és minden készül, annak örömére, hogy ők is elfoglaltak legyenek, és az intézményünk egyre szebb legyen. Amit igazgatóasszony is elmondott, sajnos tudjuk, hogy bár sok felújítás történt, és igazán megszépült az intézetünk, de a fenntartó pénztárcája is véges.
Ezért is próbáltunk közösen arról beszélni, hogy kellene egy civil szerveződés, és legyen egy alapítvány. Én itt szeretném megköszönni az alapítóknak, és személyesen bemutatni az alapítvány alapítóit. Hajas György urat, a médiahatóság szakszervezeti, nyugalmazott szakszervezeti elnökét. Oroszi Sándor urat, az önkormányzati képviselő, Szűcs Sándor urat, akit gondolom a helyiek jól ismernek, és nem utolsó sorban Vécsei László országgyűlési képviselő urat, akinek szeretném átadni is a szót, hogy mondjon néhány szót az alapítvány megalapításának indokáról. Szada nagyon rendes falu. Tehát itt azt hiszem, hogy az nem fordulhat elő, hogy valaki a családtagjával, a barátaival ne úgy bánjon érdemei szerint, ahogy emberségből a legjobban bánni lehet és kell. De kétségtelen a szolidaritásnak, a segítőkészségnek, együttérzésnek, a segítőkéznek, annak tovább kell nyúlnia a család, tovább kell nyúlnia akár még a település határain is. És én nagyon örültem, amikor Ildikóban fölmerült ez a gondolat, hogy valamit próbáljunk meg közösen is tenni ezért az otthonért. Hiszen az elmúlt, ha jól számolom, ugye az államosítás óta eltelt 69 évben, ez az otthon, ez mindig az időseknek volt otthona, és az otthonnak a története összeforrt a község történetével. Nekünk a helyi, hát jó értelemben, hogy felelősségünk azért nem tolható félre. Ez az otthon, ez itt van, Szadán van, nap mint nap találkozunk azokkal a mozgásképes személyekkel legalábbis, akik kijárnak, akikkel látszik, hogy szeretnének kapcsolatot tartani, kapcsolatot építeni, akikkel látszik, hogy vágyják azt, hogy néha oda menjünk hozzájuk. És hál' Istennek szépen alakul, iskolások, óvodások, ünnepnapokon, akár nemzeti ünnepen is azért a község is nagyon sokat tesz, hogy ez a kapcsolat ez épüljön és erősödjön. És látszik egyébként a lakókon, hogy nagyon jó néven veszik, örülnek neki. Szóval az ötlet megvolt, hosszú-hosszú hónapok, sőt mondhatnám évek teltek el, mire sikerült az alapítványt létrehozni, de létrehoztuk Ildikó fáradhatatlanságának köszönhetően. És most ott tartunk, hogy működni kéne, működtetni kéne, hiszen a szükség nagy, a szolidaritás, az együttérzés, a segítőkészség a községben megvan, és nagyon jó, hogy itt látszik is, hogy mit ad a község. A jótékonysági kezdeményezést támogatta Szada Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete is, melynek képviseletében Vrabé Balázs alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. Azt gondolom, hogy az, hogy az alapító tagok között jelenlegi Olaszi Sándor képviselő úr, illetve a kuratóriumban pedig polgármester úr képviseli Szadát, illetve az önkormányzatot, mindenképpen azt mutatja nekünk, hogy ez egy erős kapocs az otthon, az intézmény, illetve a település az önkormányzat között. Úgy vélem, hogy a teljes képviselőtestület nevében mondhatom azt, hogy munkánk során kiemelkedően fontos az, hogy kellő figyelmet fordítsunk az idős korosztályra, hiszen ez az a korosztály, aki kemény, kitartó munkával megteremtette nem kisebb dolgot, mint a jelenünket. És ugye ez a munka nélkül jövünk sem lehetne, úgyhogy ez nagyon fontos, és pontosan ezért, a kemény munkáért megilleti őket a szép és minőségi öregkor. És ahogyan eddig is elhangzott, azt gondolom, hogy a Margit idősek otthona nagyon jól illeszkedik bele ebbe a célkitűzésünkbe, ebben a stratégiánkba, úgyhogy ez mindenképpen dicséretes, és azt gondolom, egy példaértékű kapcsolat. A testület határozott szándéka ennek a kapcsolatnak a ilyen szorosan tartása, tehát megtartása hosszú távon, úgyhogy bízom benne, hogy a jövőben hasonló rendezvényeken tudunk még részt venni. A jótékony célú koncert fellépője az 1980-ban alakult Budapest Ragtime Band volt, akik a hagyományos Ragtime zongorajátékot merész ötletekkel és újszerű hangszereléssel ültették át egyedülálló zenei hangzássá. Humorral fűszerezett közel másfél órás műsoruk Szadán is nagy sikert aratott, a Margita Otthon Alapítvány javára megrendezett jótékonysági estén.